stabil és biztonságos a költségvetése Máté Szalkának. A város 3 milliárd 62 millió forintból gazdálkodik idén. Saját erős fejlesztései mellett mintegy 6 milliárd forintos uniós forrásra is pályázott. Ebből az ipari parkot szeretnék bővíteni, valamint piaccsarnok is épülhet a városközpontban. Hanusi Péterrel, Máté Szalka polgármesterével Kanalas Otilia beszélgetett. A stúdióban itt van Máté Szalka polgármestere, Hanusi Péter, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2017-es költségvetése a városnak egy stabil átlátható költségvetésnek nevezte polgármester úr korábban. Mennyiből gazdálkodik a város, mire költhet? A város kalapja, hogyha így fogalmazhatok, 3 milliárd 62 millió forintig nyúlik, ennyi pénzből tudunk gazdálkodni. Egyébként a költségvetésről annyit valóban nem hiába fogalmaztam így. Kis helyi sajátosság, hogy a pénzügyi bizottságunk elnöke, ő több mint 20 éve képviselő, ő tavalyi évben azt mondta, hogy 2016-ban nem látott, tehát olyan költségvetést terjesztettünk be, amely az elmúlt 20 pár évben soha nem volt a városban egyensúly szempontjából. Ugye a pénzügyi bizottsági elnöki tisztség az hagyományosan nem a saját pártunk beli, tehát ez egy nagyon elfogulatlan szakmai vélemény, hogyha ő így nyilatkozott. Most viszont azt mondta, hogy ez a költségvetés jobb, mint a 2016-os egyensúly szempontjából. Tehát ez egy végtelenül biztonságos, tartható költségvetés, és gyakorlatilag minden sora megalapozott, ami azért jó, mert nincsen benne bizonytalansági tényező. Stabilitást az is adhat a költségvetésnek, hogy nagyobb lesz, vagy több lesz a bevétele a városnak. Mennyivel növekedhet, és mi által a bevételi oldal? Ez, hogy növekszik a város bevételi oldala, ez kizárólag a Máté Szalkai vállalkozások stabilitásának, illetve fejlődésének köszönhető, amit pont a pénteki napon nálunk van egy ilyen már harmadik alkalommal, hogy polgármester évnyitó vacsorája, kicsit már igaz, hogy február van, de erre az időszakra ér mindenki haza, mindenki rá, minden cégvezető. Egy szó mint száz, megköszöntem a vállalkozóknak azt, hogy egyre jobban prosperálnak, egyre jobban fejlesztenek, jobban számíthatunk rájuk, hiszen több mint 100 millió forinttal növekszik az iparüzési adó a tavalyhoz képest. Tavaly volt 1 milliárd forint, most durván 1 milliárd 100 millió. Hát én azt gondolom, az a 10%-os növekedés azért egy nagyon-nagyon komoly eredmény. És hát ugye hát mindig van egy kis üröm is az örömben. Természetesen így nő az iparüzési adóképességünk, így a beszámítási képességünk is árnyaltabb lesz. Értem ez alatt, hogy az állam épp ezért több pénzt von el tőlünk ebben a tárgykörben. Tehát durván ebből a 100 millió forintból mindösszesen egy olyan 30 millió forint realizálódik, ezzel több a költségvetés, a többit pedig elviszik azok az állami normatívák, amelyek csökkennek abból kifolyólag, hogy több adóbevételre teszünk szert. Milyen költségeket kell állni ebből a bevételből? Tehát mi az, amit ki kell egészíteni, milyen állami normatívát, illetve milyen intézmények működésébe kell beszállni az önkormányzatnak? Néhány érdekesebb példát ragadnék ki, például a gyermekétkeztetés. A gyermekétkeztetést nagyon-nagyon nehéz megoldani abból a normatívából, amit kapunk rá. Ugyanis ugye nagyon sok speciális eset van, és hát Máté Szalkán azért nagyon sok olyan gyermek van, aki halmozottan hátrányos helyzetű, és ebből kifolyólag gyakorlatilag jobban oda kell figyelnünk arra, hogy betartsuk azokat az előírásokat, amelyek az étkezéssel kapcsolatosak. Például azt csak mondok egy konkrét példát, a tavalyi folyamán több mint 70 millió forinttal kellett kiegészítenünk az állami normatívát. Ilyen a városüzemeltetés is. Ugye egy város nem lehet soha elég szép, elég rendezett, nem lehet elég növényt ültetni, nem lehet elég mértékben virágosítani, ezt is mindig több 10 millió forinttal egészítjük ki. Ugyanakkor ez a költségvetés lehetőséget arra, hogy fejlesztéseket csináljunk önerőből. Tavaly itt újságoltam, hogy a úszoda és strandfürdő fejlesztésnek a következő lépését csináljuk meg 30-35 millió forintból. Most ugyanezt a forrást saját erőből a temetőre akarjuk fordítani. Máté Szalkán sajnos a temető nincs olyan állapotban, amit ez a város véleményem szerint megérdemel. Most elkezdődik egy fejlesztési folyamat. Sajnos nem volt eddig olyan pályázati lehetőség, amit ki lehetett volna használni. Ugye az összes többi kisebb települések ez megoldott, hiszen ugye líderes forrásból ezeket meg lehetett oldani. Magam is előző településemen Nyírcsőben, abból csináltuk meg
meg szépen. Így most saját erőből kezdjük a munkát, és aztán szép lassan, folyamatosan haladunk. Minden évben 30-40 millió forintot fordítunk erre a fontos feladatra. Ebből a költségvetésből jutni fog a sportélet támogatására is Máté Szalkán, illetve lesz majd egy pályázati keretösszeg, amit a városi civil szervezeteknek ajánlanak a figyelmébe. Így igaz, ez külön kiemelendő, ugyanis én úgy vettem át a polgármesteri széket, hogy Máté Szalka támogatta a sportot 5 millió forinttal, és ebből 4 millió 900 ezer forint terembérletet fizettek vissza a szakosztályok. Tehát gyakorlatilag lehet mondani azt, hogy ez nem igazán volt támogatás, mert az első évben 10 millió forinttal emeltük meg ezt a támogatást, most már ott tartunk, hogy a tavalyi 17-tel szemben 22 millió forintot szánunk a sportra, és megmondom őszintén, ez nem az nem a profi sportnak, vagy az utánpótlás sportnak a támogatása elsősorban, hanem ez például a tömegsport jellegű rendezvények támogatása. Minél több embert szeretnénk megmozgatni. Tavaly ugye már voltak Máté Szalkai fitnapok, volt jóganapok, idén is szeretnénk ilyen kezdeményezéseknek az élére állni. De a civileket említette, én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy Máté Szalkán több mint 100 civil egyesület van, és ennek a nagy mennyiségű civil szervezetnek, nagy darabszámú civil szervezetnek nagy része valóban aktív részese a városnak. Rendezvényeik vannak, dolgoznak, szerveznek, pezseg a város civil élete, és ebből a civil alapból, ebből a 2 millió forintos civil alapból nagyon sok vállalkozó kedvű egyesületet tudunk támogatni, és természetesen ehhez jön még egy polgármesteri alap, ami szintén ilyen jellegű támogatásokra előirányzott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a civilek a korábbiakhoz képest sokkal több lehetőséget ragadhatnak meg Máté Szalkán, mint az előzőekben. Az Európai Uniós fejlesztési forrásokból milyen területekre fog fordítani a város? Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy épüljön egy minőségi nagy piac Máté Szalkán. Ugye ebből a szempontból Máté Szalka mindig egy központ volt, ahonnan Kárpátaljáról, Szatmárnémetiből, Nagykárolyból nagyon sok árus érkezik, nagyon sok helyi vállalkozó, kistermelő árul a Máté Szalkai nagy piacon, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy méltánytalan körülmények között évtizedek óta nem történt változás ebben a tárgykörben. Mi egy nagyon-nagyon komoly nagy piacot szeretnénk építeni, 6-700 millió forintos beruházásból. Ez már minden 21. századi igénynek eleget tesz. Ez például az egyik legfontosabb projektünk. De ugyanakkor a város központban is szeretnénk a sportcsarnokot felújítani, mellette egy teret megújítani, vagy a Kegyeleti Parkban egy nagyon szép parkos részt kialakítani, egy pihenőparkot, aminek egy kilátót is szeretnénk, mert az ott Máté Szalka a legmagasabb pontja. Egy költő írta, hogy a máramarosi bércekig el lehet látni erről a pontról. Egy szó mint száz, nagyon sok olyan fejlesztésünk van, turisztikai fejlesztésünk van. Máté Szalka történelmi főutcáját szeretnénk nagyon szépen megcsinálni, visszaállítani kicsit 21. századi formában, de mégis azt a 19-20. Század fordulós hangulatot, ami a kvázi a nagypolgári Máté Szalkát idézi fel. Van egy projektünk, biztosan hallottak már róla a kedves nézők is, Máté Szalka a fényváros, a Hollywood bölcsője. Ezt szeretnénk megvalósítani ebből látványelemekkel, Tony Curtis kávéházzal, filmművészeti kiállítással. Tehát nagyon-nagyon sok érdekes dolgot terveztünk ebbe a turisztikai projektbe. Ez is egy 800 millió forintos fejlesztés. De hogy a vállalkozásokról is beszéljek, egy 14 hektáros területünk van még szabadon az ipari parkból, gyakorlatilag 95%-ban be van telve az ipari parkunk. Tehát szerintem ezzel a városunk sajnos vagy szerencsére egyedülálló a megyében, hogy ennyire kihasznált az ipari parkunk. Hetente egy-két nagyobb vállalkozó érdeklődik, milyen körülmények között települhetne be a városba. És lehet bővítés egyébként a jövőben? Bővíteni szeretnénk, területi. És hát gyakorlatilag ez a pályázatunk, amit benyújtottunk Toposforrásba, egy olyan 1 milliárdos ipari park bővítési tevékenységet lát el. Ezt a 14 hektárt szeretnénk közművesíteni, kerékpárutat építeni, odavinni a szennyvizet, vizet, mindenféle egyéb szükséges infrastruktúrát,
internethálózatot, hagyj ne soroljam végig, áramhálózatot bővíteni. Ez egy nagyon komoly munka, és hát gyakorlatilag ugye a magyar kormány azt mondta, hogy olyan ipari parkokat kell bővíteni és fejleszteni, ahol garantált az, hogy hamar benépesül. Hát Máté Szalkán ez egy-két év kérdése, hogy ez a fejlesztés megvalósul. Köszönjük szépen, polgármester úr! Én is nagyon szépen köszönöm.